bocsássatok meg, csak egy kicsit mondanak, hogy egy fiú van, ami nem biztos, hogy jó, de azért annyira ne legyünk gondba ezzel. Gyere, légy szíves, a biztonsági igazgató, vagy hívjam föl. Jó estét kívánok, elnézést, hogy megszakítjuk itt a rendezvényt, de egy nagyon fontos figyelmeztetés kell, hogy tájékoztatásról adjunk. A katasztrófa védelem jelezte, hogy 30 percen belül zápor zivatar várható erős széllökésekkel. Az a kérdésem, hogy mindenki készüljön fel erre. Tájékoztatásunk adnám, hogy a rendezvény két oldalán, tehát itt jobb oldalt, illetve bal oldalt van két olyan telep, aki nem gépjárművel érkezik, és hogyha annyira erős lesz az eső, biztosítani tudunk fedett, biztonságos helyet. Kérem, mindenki nagyon komolyan vegye ezt a dolgot. Természetesen a rendezvény folytatódik, de 30 percen belül várható figyelmeztetést adtok el ki. Köszönöm szépen a figyelmet, és jó szórakozást! Mert tovább a műsor, szerintem még most rendben vagyunk, de ha érezzük, akkor ne szakosszuk össze egymást. Köszönjük szépen, hogy köszönjük. És hogy folytatódjon? Köszönjük szépen. Jó, elmegyünk műsorra. Hát ismeritek azt a dalt, hogy néha-néha. Ismeritek? Hát akkor kérlek tőletek egy kis tapsot, taps, figyelj, és néha-néha. Úgy érzem, hogy szerelem elveszi a... Látottam, hogy néha-néha megkérdezem magamtól, te vagy-e? Mert te vagy-e? Hát egy nagy-nagy integetőt szeretnék látni! Kezdek a magasba! Hadd szóljon! Kezdeket jobbra és balra! Gyere jobbra, gyere balra! Gyere, gyere, fel a kezedet! Hova, hova! Kedves barátok, fiúk, csajok, hadd tegyük egy igazság nyitást! Néha, néha, nézzük a szerelem, 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 a
sajátosztám, én is a gitárosommal együtt felvettük a piros színű ruhákat, bizony-bizony. Én tudom, hogy nagyon-nagyon sokan kedvelítik ezt a dalt. Jól mondom? Hogy van az a dalocska, hogy ott kedvítelál, ott